Pénzügyi Bizottság nyilvános ülését, majd a 9. zárt ülés is lesz. Javaslatot teszek a napirend módosítására, hogy vegyünk föl. Az zárt ülésben a 9. napirend kérdezően nyilatkozatok, illetve egyetlen jó nyilatkozatok a formai ellenőrzését, mert köszönjük, hogy legutóbb képviselő, képviselő ezzel valós maradt. Bejeleztem a másikat, ez rendeződött, megnyitotta. Nyilvettem a formailag, ugye, ahogy beszéltett, hogy nem tudom, hogy ellenőrizni kell. Más javaslatom nincs, van valami, ami rendben. Ha nincs, akkor én nem tudom, hogy olyan módosítással, hogy fölvegyük olyan nyilatkozat, hiteli kötelezettségnek eleget, külsős képviselő vezetőnek nyilatkozatának vizsgálatát, ezt tegyük a kezébe. Köszönöm. És akkor egyben egyetértünk a napirend módosítással, elfogadjuk. Csak egyetértünk, köszönöm szépen. És akkor legyen folytatom. Haladjunk a tervezett napirend szerint. Az egyes napirendre jövő évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletnek a megalkotása, elfogadása. Megkaptuk ezt az anyagot, hogy így biztos mindenki át tudta nézni. Minden évben szokás ilyet csinálni. Nincs különösebb hozzáfűzni valamikor, szóval lehetőség, kötelezettség, indoklás tervezett mellett a tervezetben a hozzáfűzni Aki egyetért a kitölt rendeletre vezetett a testületre, én javasoljuk a maradás, azt tegyek a kezét. Köszönöm, egy hangulat láttam, és egyetért el, hogy a tisztulán is megszabadott. Igen, utolsó oldal.
akkor képviselj a továbbiakban, mert hát megbízik ez a másik kormányzat. Tudjuk, hogy megszavazzák, már gondolom, és lejöttek a kettőn gondolatban. Már valahol megtörtént. Aki egyető? Köszönöm. Köszönöm. Következő, a háros, az adatjogsági személy és viselkedési tervezési eljárás módosítása, aminek indoka a funkcióval megfogalmazni, hogy időben bővült ez az eljárás. Ezt átnéztük, hiszen ebben benne voltunk. Két helyen van változás, az utolsó oldalon, a második oldalon, a javaslat a második oldalán, a Bajcsi-Minszki utcai ivóvíz vezeték 96 km 100 forinttal, és a legalsó a régi vállalkozói terület tanyán radikációs vezető 389. Ezt javasoltuk még betenni, mivel hogy ez nem történik meg ez a dolog egészen az előző vezetés alatt, de előttünk hárman is átbeszéltük ezt Dabason, és javaslatot tettünk, hogy ez a radikációs vezeték, ami ott a tanyákat érinti, ahogy megyünk és elhagyunk a tőkormány bal oldalt. Az inci vezeték Garai bácsinak, ahogy kezdődik a terve, Fődi Erdő, akkor mondhatjuk így, egészen az utolsó házig. Nem a Nagy Laci égig, oda nagyon messze ki, mert az odáig már nem indokolt, azt gondolom, hanem odáig a egymás mellett szépen egymás megkorakodott. Odáig tart ez a vezeték, és onnan szedni össze, majd átjuttatná az ötös alatta egyébként az előzőekben már benne lévő vezetékbe, amit a tervezésben benne lévő vezetékbe. Gravitációs vezetékben is folyna tovább kifele a tisztító élemnye. A Bajcsi utcánál pedig ivóvízvezeték indokolt, mert nem volt ebben már szintén csak az előző beszélt szerepük a Miklóssal is belekerült. Ennyi a változás, ez indokolta az összeg emelkedését, illetve itt van ebben egy engedményezés is egy összeg. Polgármester úr? Nincs kiegészíteni valamit. Egy kérdésem van, hogy itt a gravitációs vezeték meg a vákumvezeték, annak mi az oka, hogy az egyik 90 méter, a másik 25, tehát ezek nem paralellben? Nem, de a két végén, a Bajcsi utcának a két végén. Mind az két végén van a Bajcsi utcának most hosszabbítás. Ja, értem. Ezek nem úgy futnak. Nem. Két utca van. Két utca. A utcának a két végén. Igen. Fő utca számolva, mint két oldalon. Ja, értem. Szóval tényleg csak egy percben, mert sokan már két, aki nem tudnak, hogy miről van szó. A gyári út végén mindannyian látjuk, hogy ott épülnek a házok, annak a területnek az ennyizővezetése nincs megoldva, akkor a Templom utca végén is van egy terület, ahol lakóterület fog kialakulni, és a jelenlegi hálózattal ezt már nem lehet összeszedni és a községi hálózatra rá vinni, és akkor ott ezeket a területeket összegyűjteni, illetve elmenne a valószínűleg kertek alatt ez a vezeték, kijönne a Jóga benzinkútnál, ott a déli iparterületet, ahol az önkormányzatnak is van területe, tehát a rólt Suzuki-féle ingatlan előtt végigjönne, akkor azokat a meglévő vállalkozásokat is el tudná látni. A körforgalomnál átjön, és a Ványi útra kimegy, ott is egy átemelővel kimegy a Szennyvíz telepre a vezeték, és akkor ezeknek a területeknek a szennyvíz levezetését tudná biztosítani ez a tervezet. Ez a tervezet. Köszönöm. Igen. Más nincs, aki egyetért. Köszönöm, egy hangú volt. Csak a főút 73-75 parkoló építés, csak a légvizelődik és lehet közbeszerzési eljárás lezárása. Polgármester úr. Minden ajánlattévő visszavonta az ajánlatát, így én javaslom lezárni ezt a pályázatot, és nem javaslom újraindítani. Tehát magyarul a A változatot támogatja a vezetés. Igen. Hozzászólás? Tessék? Miért mondták vissza az ajánlatot? Doktor úr? Beinár polgármester úr? Visszavonta. Hogy az összes egyszerre visszavontan, nem? Biztos van. Hát több nap alatt oldottál vissza. Ennek ugye van egy előzménye, az előzetesület nem tudott eredményt hirdetni, ugye, mert nem kapta a többséget a nyertes pályázat kihirdetése. És gondolom ebből fejlődött ez a dolog ki.
Más kérdés. Mi lesz akkor a épületnek a sorsa? Az az épület nem életveszélyes jelenleg. Majd. Hát nem, most nem vettük napirendre, de időközben elkészült a statikai szakvélemény. Állatmegóvással egyelőre még lehet használni a statikai szakvélemény szerint. De én sem ismerem a részleteket, tegnap jött meg e-mailem, és nem volt időm, mert csak annyiban foglalkozni, hogy a végét olvastam el. Köszönöm, hogy itt volt egy lakossági érkezés is, hogy így mondjam, a Szegvári Tibor nevével, a film nevével fényjelző a dolog. Többen ezt csak kifejtették a véleményeket, hogy meg kellene tartani. Ez már mind a utána jött, hogy utána testületben nem ment át, úgy mondjam, a győztes pályázat a lebontása és a megépítése, mármint a parkoló megépítésére, még az előző testületből. És hát most itt tartunk az új testület, pedig hát köztudott mi szavaztuk meg, hogy megbíztunk ezzel kapcsolatban ilyen statikus. Még annyi hozzátartozik, hogy a Farkas építész úr azt közölte, hogy egy ilyen főúton, mint ami, ahogy az Alsó-Németi főútja, falu építészeti szempontból rendkívül előnytelen, hogy egy foghitelket csinálunk, adott esetben több évre. Inkább azt javaslom, hogy van konkrét elképzelésünk, hogy mit tegyünk ennek az épületnek a helyére a főútvonalon, akkor majd bontsuk el valóban, és akkor építsük meg helyette azt, amit oda funkcióként szánunk. Ennyi. Köszönöm. Tehát akkor két határati javaslat van, illetve az A és B közül a legfrissebb támogatja, és szerintem most egyelőre elindítsunk új közbeszerzést. Abból a célból, amit most az első határozat, hogy olyan szó, hogy érvénytelnek meg, hogy visszavonták, így nem tudunk tovább haladni ebbe. Aki egyetért a római egyes számú határozatban foglaltak, azt legyek fel a kezét. Egy hangulat látom, és akkor az A variációt teszem föl, miszerint a tárgyi beszerzésről is megindítunk közbeszerzési eljárást. Aki egyetért, köszönöm egy hangulat, így a B-t nem teszem már föl. Pénzbe-gazdasági átfordítás kérdéskör a másodszor került elénk. Ugye az előző ülésen azt kértük, hogy referenciákat nyújtson be, aki javasolt a vezetés. Ezek a referenciák itt vannak mögötte. Ez a Tektos, így kell kimondani? Tektos. Tektos. Igen. Így kell mondani. Én azt gondolom, hogy teljesült a kérés. Szerintem nincs akadály annak, hogy most már a megbízást is kérdezik. Kérdő javasoljuk a testületnek, jöjjük vissza. Van-e hozzászólás? Ha nincs, aki egyetért be a tárgyasodnak foglalkozik, azt tegyek a kezét. Egy hangulat látom, köszönöm szépen. A pedig át kiválasztás, ugye egy órakor van, még nincs az óra. Akkor kérem, és mind a kettő a gádra van még, de úgy van, mert 5 órára készítettük volna eltörni, hogy a forrakkor ülünk össze. Hát, hogy akkor van egy kis szünetet rendben a kell. A testületi lehetőség, mert normál testületi lehetőség. Ő hármas. Az egyes boríték. Az érkezett ott a Tóth-Lerentőnkben irodájától. A megpróbálható egység áll 30 ezer forint. 30 ezer forint az óra. És a havi rendelkezés állás, hogy 250 ezer mester forint havonta. A kettes számú ajánlatot küldte a Közbezgúru Kft. Ők ugyanezekre a következőket adták, óránként 28 ezer forint nettó, és a rendelkezés állási díja 300 ezer forint nettó. És végig a harmadik számot, a Csuta és társa, az a vonult, így végig oda. Adta. Az óra díja 25 ezer forint nettó, és a rendelkezési állási díja 100 ezer forint. Az óra
egyértelműen, hogy az utóbbi három számú a legkedvezőbb számunkra. Van-e más? Akkor a Korosőbe testületnek, hogy a Kuka és Társa ügyvédi irodát jövőtetnek a közbeszerzés után a tanácsadó kiválasztása tárgyú napi rendben. Aki ezzel egyetért, tegye fel a kezét. Az utolsó a küszöbben a műszaki. Tehát a műszaki az orvosított köszönhetett különben szeretetlen kérdésában. Érkezett. Nem szlájd ráj. Ez az három. De is nem már egy ilyen sok számára. És akkor a bontást. Megkezdem. Első, Királytárs Kft. Nettó 4.200.000 forint, plusz átlásolóban van. A második, a Tervcentrum mérnöki oda. 7.500.000 forint nettóban. Utolsó a harmadik. A B terv építészeti BT 6.000.000 forint plusz áfa. Megállapítható tehát, hogy a legkedvezőbb, az elsőnek felbontott és egyes politikban lévő Királyter Kft. Budapest Kalikánban 37. Javaslatom tehát, hogy a képviselőtestületnek ez utóbbi Királyter Kft. Hirdesek időszakban 4.200.000 forint plusz áfa összegben. Köszönöm, hogy visszati megvalósításának a tanulmányzat elkészítőjének. Oké, okay,